Érkezett a játékba az új karakter Angelo, de még mielőtt megvásárolnánk, térjünk is ki ennek a videónak a támogatójára, avagy használd te is a világ legjobb kódját, a csúszi kódot, yay! Így van, ti vagytok azok, akik támogatták ezt a videót. Legalábbis azok, akik nem feledkeznek el a csúszi kód használatáról, akik végig görgetik ezt a szörnyen hosszú shopot, és minden héten beírják azt, hogy csúszi. Köszönet nektek még egyszer, és akik esetleg ezt az offert, vagy bármilyen offert az én kódommal vásárolnák meg. Igen, ez az offer eléggé jó deal. Átnevezték az Early Access most már Value Pakra, és ez tényleg hű a nevéhez. Mert az az 5000 coin, amit még a karakter mellé kapunk, hát az gyakorlatilag 9500 forintnál többe kerülne. És akkor még ott van a 2400 Power Points, még freebe az Elf Angelo skin is, a sok-sok fantasztikus pin, és hát természetesen Angelo a megjelenés előtt egy héttel. De hát nem hiába ötszörös value ez a pak. Yeah, boy, ott is van! Jó, gyere! Gyerünk! Na, mi van? Hol a karakter? Huh? What? Nem is mutatta, jó, azt hittem már, hogy begyibételtek. Már ment a hangja, de közben szétakad a game, mi van itt? Szegény ki 3000 HP-vel, meg 2200-as damage-el. Nem feltétlenélne túl sokáig, úgyhogy segítsünk ezzel egy picikét. Csak a szokásos coin hiány lépett fel, semmi extra. Na ennek már elegendőnek kell lennie, ott is van, yeah baby! Jó, gadgetből egyértelmű, hogy a Stinging Flight-ot fogom megszerezni, az a tuti, a nagy ugrás és damage is ráadásul. Nagyon multifunkció, és míg a Star Power-nél, az Empower-t, ami healer. Nézzük is, hogy lokálban mi a helyzet. Kinek van meg ez a karakter? Bozsikába, ott is van! Coach Csuszi, let's go! Durranjon az a solo shadon. Lehet, hogy egy kicsit kiakadt a game. Jó, hát akkor egy kis újraindítás. Úgy néz ki, hogy megöltük a game-et. Lehet, hogy máshol kell játszanom, a solo nem biztos, hogy működni fog, bro. Tiszta Angelocalypse van, hogy kicsinálta a game-et. Peregén egy knockout háta, ez már működni fog. What the fuck? Ezért fizettem. Esetleg egy BB. De az se. És egy basket brawl. Semmi nem működik. Gyorsban invite-olunk akkor valakit. Hát, hogy így működik esetleg, hogy valakivel játszunk. Ha? Ugyanúgy nem működik. Duóba sem. Hát, hogy ez egész bakot. Hát, hogy ez egész akar működni. Akkor mindegy. Bejöttek random arcok. Brawlborra rakja át. Jó, engem nem érdekel, hogy mi lesz, csak menjen. Mi lesz ebből? Bébébe, Angelo, jó, figyelj egyébként, amúgy annyira nem lehet rossz. Mindenféleképpen be kell, hogy a tárazdam, az kapja azért a sebzést. Oh yes, jó, baby. Poisonöltem, sikerült, az meg is hat. Hatalmas, amiről beszéltünk is, hogyha ott van az a poisonous damage, az brutál nagy tud lenni. Azt nézzétek meg, egy az egyben el is kenjük, vágjuk. Szevasz, azt kapja a paszt. Cső, váz, az átsétálós tanktixa, mit csinálsz? Come on, kapja már, jó, megvan. Az egyik legveszélyesebbnek annyi kész, az már sétálás vagy előreugrás, jó! Knockoutra tegyük, gyere Leo, nyomjunk! Ó, ezt az ösvényt, ezt itt megnyitották? Hogy be lehetne vadulni ugye a Piperre? Agresszívan is használhatnám ezt a képességemet. Valószínűleg igen, azért nyitották meg azt a részt, ne legyen ez a zsákutca feeling, hogy ott valaki beszorul, az kész vége. Oké, az megvan. És akkor egyedül a Charlie él, aki már nem sokáig. Oh my god, this is a big win. Aztán nem kéne ezt a gadgetet. Mindig elfelejtkezem róla, hogy előre lehet ugrani, ezt a szép pumpálni az agyát. Tesó, mondjuk, hogy jól jött ki, de nem így akartam. Broski, na jó, oké, nyomunk egy healt, és akkor a poisonos lövés is ott lehet a szerán. Ja, pika, picit, ha kimozdulunk, de szép volt, akkor még azért rajta marad az a poison. Nagyon keskeny a lövése, mint ahogyan egy grének is, és ez az, ami azt eredményez, hogy nehezebb eltalálni az ellenfelet. Szép volt, Mandy. 3600 HP van, hanyos szinten van ez a Mandy? Lényegtelen, mert eltüntettük. Good. Meg amúgy egyébként ez a mapon is király. Oh, mit kapott középen? Actually, tényleg ilyet tud csinálni, ha? Kijátszuk a majmok? Bolygóját? Na. Ugrani fog úgyis instant. Na, 1v3-at lehozunk? Poisonous-el be kellett állam azt a 8-bitet. Jó, annak az halt, az kész, vége. Több a damage-on. 7700 HP és 8-bit. El lett pusztítva. Come on! Mit csinálsz, csúcsú? Mit csinálsz? Épp csinálok egy win. Mi bajod van? 1v3, bám! Ez nagyon durva lesz ez a gadget. Szuper, és egy kicsit aktívabban kéne használni, mert ez a poisonben nagyon nagy a potenciál. Azt a mindenit. De jók a szerverek? Jó a Vivko? Hát gyerekek, szerintem eddigiekben az Angelokkal a legdurvább. Akárhogy is nézünk, nézd meg, hát kicsinálták a szervereket, a matchmakinget, talán itt a végére kezdi összezedni magát. Nem baj, jobb később, mint soha, ugyebár. Közben pedig akkor meg is öljük. Hát igen, lehetne használni ezt a szuper, csak az lenne jó, amúgy, hogy maga körül menne ez a poison. Yeah, baby! Megszoktam már az 1v3-as szitukat, nyugi, ne aggódjál. Elrakjuk oda a poison-t. Pam-pam!
van. Hát igen, ez a baj még, hogy nem is tudjuk átlőni oda. Ugye ennyiben már a másik karakter melódia azért használhatóbb ilyen részt. Jó, lehet, amikor kellett volna kimozdulom, és látod? Már rég lejöttem arról, és még ott volt a Poison. Csak most ilyenkor már ott a Poison, nyomod neki, és kész, az pusztulni fog egy az egyben. Gyerünk már, hagyd találjalak el Poison, hát a Larry ellen nagyon nem lesz jó gémelni. Amen! Lovas is vagyok, szóval rám fog mászni. Tudtam! És milyen lovas? Jaj, ne, közben csengetnek. Gyors kell gyernem! Csengetnek! Jó! Remélem, hogy nem tűnt el a társam közben, mert még kéne nyomni a gémeket, hát megy a win streak, meg minden, baby! Jó, megvárt! Megvárt! Itt is meghalt a mesről végig! De jó, jó, jó! Gyerünk! Gyerünk, jó! Kerészhető ez, baby! Back, bell, dead! Ha lehet is ugrani közben. Gyere rám, gyere, lőd szét! Lőd szét a fejét, more! Az elugrás, ez hihetetlen zsír. Egyértelmű, hogy ezt a gadgetjét érdemes megvásárolni, mint ahogy mondtam is mindig. Annyira egyértelmű. Hoppá, Bell megint kapja, nézd meg! Ennyit ér. Az meg Poisonben meg is hal. Igazából is gadgetezhettem volna, de így is le lehet damage-elni a maradékot. Mindig épp egy picike marad nekik. Close range-es éppen oda jön az arcodba és elugrasz, szevasz. Nagyon fain. Sokkal királyabb, mint maga a szuper egyébként, az a durva. Azt oldalba kell lőni egy az egybe. Az se tudja, hogy mit csináljon. Teljesen becsárgyulom, eltalálom, érted? Az már megint döglik. Mi van, aranyapám? Imádom ezt az elét, ez nagyon tetszik amúgy, csak az a melódia is háttérzed el jön be. Jó, hát egyébként mindig a középre kéne inkább mennem, mert azért ott jobban lehet hasznosítani a tudásaimat, én azt érzem. Csak hát mindig befogja az a Lió. Ha nyomjak egy ilyen takcot. Csak szotizom direkt. A nagy Angelo. Hopp, bevadulok rád, ne csinálj ilyet, more. Ez a baj, hogy egy kicsit charge-olnom kéne ezt a lövést, mert az a 450-es damage, az a könyv is nézzük elég érettek. Jó, mi mászt a pint is azért néha. Have fun, yeah, I have fun with this brawler, Supercell. Angelo is very nice, very good. 4400 damage is nice, yeah? Especially if you use it with a super death. Na csumi, magyar játékos, na csumi. És ezt a szempet amúgy jó lett volna odahozni a bushba. Tudtuk volna tartani ezt a pozíciót. Tehát erre is jó lesz a szuperje. Uh-huh. Ugyanúgy terület tartásra, meg kizárásokra, meg minden. Tekintsük olyan, mintha meg se történt volna, Lió. Maradj életben. Erős Pista, pusztulj meg. Erős Pista dead, úgy is van. Gas is dead, hát a Poison megesz, fater. És nem nyomta el a shieldet magára, pedig volt szuperje. Na csumi, na csumi. Van ez a brawler amúgy. Csak egy jó priméddel meg milyen lenne? Ha valaki fogja már, amíg az beszorítanak, nézd meg, jó azaz. Gondoltam egyébként, hogy a beat azt nagyon könnyen el fogom tudni tapsolni. Balt azt megoldják, és közben én pedig azt vadászom, és megyek is előre, és onnan pedig le is szedem. Jó, de már, hát már két irányból ember. Gyerünk, hílelődés, dodzsoljuk, csak simába, Haribo. Na mi van? Elkezdene szorítgatni, de hát megvan, válhitelem Rihót is. Yeah. Na de vajon beengedem most már szólóba, és úgy néz ki, hogy igen. Jó, hát már magasabb kupára kerültünk, és itt már működik a matchmaking. Hát ki tudjuk próbálni a szólót? Tehát akkor viszont lehet, hogy itt is tudunk majd pusholni. Mindenféleképpen kíváncsi lettem volna, hogy mit is tud majd itt alkotni. Gondoljunk úgy bele, hogy a Power Cube-ok ugye szkélelik a damage-ünket, és ez ugyanúgy szkélelni fogja majd a szuperből benyomott sebzéseket is. Ami ugye egy alapjáraton 1100 lenne, de hát így brutál jó tud lenni. Nézzük például, hogy most mekkora a damage-ünk. Hát 5280, az mondjuk úgy nem rossz. Levadászok egy Leont, érted? És akkor, hogy amikor ott lesz a Poison még, a szuperünk, oh yeah. Bánhitálni fogod a nagy részét a brawlereknek. És hát ugye arra lefelekezünk el, hogy nyilván a vízen keresztül tudunk menni, meg rajta tudunk tartózkodni, meg minden extra. Hát ez a passzív azért eléggé jó tud lenni, ugyanígy. De nyilván azért nem annyira faj, hogy most te mindenféleképpen a másik Star Power-ét hoz be éppenséggel, amivel ugye mondjuk Move Speed-et kap. Na, nem rossz, de én azt érzem, hogy talán jobb ez a kicsit hílelődős valami. Mondjuk, hogyha valaki az agresszív játékot szereti, akkor simában meg lehet azt is úgy tolni. Na nézzük, figyelj! Azon tök jól lehetne tesztelni egy jó kis szemen. Hogyha most kinézne ide és benyomnánk rá a hatalmas damage-et, nézzük! 6400, 6600, 1600 és majdnem belepusztul! Hát a 7000-es damage az ott volt! 4500 és az nem volt becsárgyolva, mi ez? Alig várom, hogy nyomjam vele a pusht is, hogy akár szólóban, mert élvezetesnek tűnik, főleg ezen a mapon a Double Trouble-ön. Hogyha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogy ne maradjatok le az újabb tartalmakról, a következőben találkozunk, addig is legyetek jók, én a sziasztok! We'll be right back.